A Csácsomi Csörtészt, sziasztok gyerekek! Üdv a csatornánk! Itt jelentkezik egy új játékkal, jobban mondva, igazából nem új, hanem nekem új, várjátok az audio, hadd állítsak egy kicsit, mert ez a music, ez őrítő, ez a gitárpengetés. Hát levesszük egy 14%-ra, talán akkor így marad egy kis alapzaj, de mégse történik az, hogy elnyomja a keeper hangját, meg így igazából minden. Na, a játék neve nem más, mint Range Sim. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik, meg hogy milyen játék. Tényleg egy deka, egy percet, 10 másodpercet nem játszottam vele. Nézem itt az optionbe, hogy okosan ilyen epicre rakott szinte minden. Kíváncsi vagyok, hogy ez így nekem mennyire lesz jó. Meg az a nagyon érdekes, hogy nincs full screen, látjátok? Így, Borderlands van, ugye, keret nélküli ablak, meg Windows, mármint ablak. Hát ez elég érdekes, nem tudom, hogy ez hogy fog működni. De mindegy, csináljunk egy Creed karakter, úgy látom, hogy azzal kell kezdeni. Nem tudom, mennyire jól fog futni, lehet, hogy kell majd állítani rajt. Nem is az, hogy olyan epic nagy grafikával rendelkezhet a játék, hanem ugye az a gond, mit lehet itt scrollolni, aha. Tudom mozgatni a fejét. Jó, mert hanem az, hogy ugye vannak ezek a játékok, amik néhány eléggé optimalizálatlan. Figyeljetek, gyerekek, csináljunk valami, vagy valami előre generáltat. Gyerekek, ez még hasonlít is a képőre, egy enyhén. Jó, figyeljetek, lehet, hogy ez így meg is marad. Akkor lehet izét. Nézzük meg, lehet t-shirtöket, lehet választani, hogy milyen legyen. Legyen narancssárga, gyerekek. Igen. Shirt. Jacket. Lehet jacket is. A gyerekek ilyen nagyon rendekek leszünk, de... Ez mi ez? Aha, ez pulcsival. Ez jacket, ez sokkal jobb volt. Egy ilyen gyerekek, ez tetszik. Vagy jövünk egy randomot. Á, csak a izét változtatja a fejet. De kár. Hát mondjuk ez a szakmunkás bajusz, ez... micsoda vörös vagy. Ez a szakmunkás bajusz majdnem mindig megjelenik nálunk. Az előbbi meg úgy nézett ki, mint Ferike. Ferike haverom. Jó. Nagyon jó kipu gyerek volt, ne aggódjatok. Hát jó lesz ez, de mondjuk nincsen izeim. Nincsen. Nem tudom, valahogy valami... Ha már egyszer... csinálunk valami karaktert. Az első az olyan jó volt. Várjál, de az ilyen presetszes volt a második, nem? Vagy a harmadik? A harmadik, akkor jó van, visszatértünk erre. Oké, figyelj, ez nekem neki tök jó. Szévelem, nem kell nevet adnom neki? Nyomogatom itt a savinget, vagy szévet aztán... Oké, igen, biztos vagyok benne. Jó vagyunk. Micsoda kis ilyen in-game engine-nel működik a dolog. Figyelj, nyomunk egy new game-et, jó? Azt megismerkedünk a játékkal. Mi a nevem? Húgyos. Nem tudok kizét szó közdek a... Húgyos Józsi, jó? Legyen Húgyos Józsi. Nem, nem működni fog minden. Igen, jó. Oké. Biztos, hogy ugye kiengedem a játékot, kiengedtük a Windows Defender-rel. Na, mi a szart kell csinálni? Oké, vasdal tudunk mozogni, egérrel körbenézni, shift-tel sprintelni, C-vel googolni, space-el és V-vel change kamerázni, ami igazából... Aha, 3 darab lehet. Cséges. Ú, gyerekek, hát nem olyan, hogy jól fog futni. Meg érdekes. Nem tudom, nincsen FPS kijelzésünk. Isten hozott a rencsen. Megérkeztünk a rencsre, de jó, nekünk tudunk sprintelni. Azt a betyá, gyerekek! Hát tiszta élet, egy DayZ beütésem van, már várom, hogy ízre támadnak. Vagy a PUBG. Nem olyan, nem arra asszociálsz egyből. Mik vannak itt? Tuskó, figyelj, tudsz aludni, beszarok. Hallod. Esküszöm, nem is néztem semmit erről a játékról, hogy mit kell csinálni. Ez az én rendsem, hát sokat nem kellett ide jutni. És akkor, hol kell bemennem? Van valami ajtó is ezen a rendsem? Hát eléggé le vagyok pukka, nem? Jó, hogy nem tél van, átvinne a szét. Elvel open-elni tudjuk, jó. Megjöttem! Testvérem, el kell olvasni ezt a csodás üzenetet. Hello!
Grandchild. Mi az? De, hogy nevedik? Unokám. Hogyha olvasod ezt a levelet, akkor... Na, megérkeztünk a Family Ranchünkre. Vannak dolgok, amik segítenek. Oké, jó van. Hiszek benned. Jó. Quest complete. Oké. Okay. Jével meg tudom nézni a quest logot. És mit kell csinálnom? Enter. Jó. Miért be kell kapcsolnom a rádiót a falon? Meg kell keresnem valami tentet, ami nem tudom, nem jövök rá. Ez mi, gyerekek? Mik ezek a izék? Mik ezek a csoda dolgok? Jó, hát akkor menjünk oda, ahova mutatja. Ja, és sátor a tent. Igen, meg kell keresnem. Oké, okay, megvan a tent. Figyeljetek, mentsünk egyetem. Biztos, hogy szeretné. Aha. Ja, ezeken tudok menteni, oda néz. Ahol aludni tudsz, ott tudsz menteni. Ez tök ász. Jó. Oké. Okay. Megtaláltuk a tentet. Itt viszont van egy melléképület, ami egy egész jó állapotban van. Egyébként annyira nem fut rosszul. Lehet, hogy kicsit ez az epic dolog. Ja, azt a betyár, mi a szar ez, öcsém? Hát tudod, amire kell... Jaj! Ez le van szedelve egy kicsit. Egyébként tök jó, hogy lehet nyitni az ajtók. Szép a grafika, gyerekek. Ekkora hegyet, édes Isten, nem is láttam még. Ja, nem csúnya a grafika, kicsit ilyen, legszívesebben így beugranék a fedezékbe, de... Főleg ide Division, meg ilyen PUBG, meg ilyenek után az embernek egyből arra asszociál. Na, le van... Jó, le van lakva a Kero egy kicsit. Ez mi? Ez itt lakunk? Wow. Van rádió kapcsolat belkezdi. Keressem meg az emeletre a lépcsőt, és mit szeretne ő? Hát keressük meg akkor, bazze. Na. Meg valami trimó volnom kellene. Hol a szarba van itt? Ez nem is kicsi ez az épület, gyerekek. Mit kell itt csinálni? Várjál. Ez van egyáltalán emeletem, vagy én olvasom rosszul? Ez az ajtó? Ennek van értelme ennek a dupla ajtóra, gyerekek. Mi? Azért vannak itt érdekes dolgok. Aha, megvan, megvan. Mégiscsak van emelet. Aha, és akkor ide kellett jönni. Mi van ott, gyerekek? Mi van ott? Aha, és ez mi? Aha, ez a destroy remove item a tabból. Vagy hol tab? Aha! Hand. És akkor van egy demolish, meg van egy ilyen kéz, igaz, ami nem tudom. Oké, okay, jó, nem, remove item. Hát akkor valószínű, hogy ezt kell demolisolni, ugye? Ja, hát remove. És igazából szét tudok mindent szedni, de jó. Aha, és ide kellett följönnöm. Gyerekek, mindent le tudnék rombolni, ugye? Ott egy láda. Hoppá, hoppá. Tán ott van valami csoda dolog benne. Na most akkor visszaváltok kézikorra, ugye? Ó, nem mondod. Van ott benne egy pisztoly. Nem mondod, hogy van pisztoly. Van lő. $500 kaptunk, meg van egy levél. Ó. Fogd ezt a revolvert. Vannak ő vadállatok az erdőbe. Hagytam egy kis pénzt is, és egy kis lőszert is. Meg még egy dolog. Van egy autó a garázsba. Egy öreg UTV. Kell hozzá, keresd a dizéket, alkatrészeket, és akkor meg tudod csinálni. Ó, gyerekek, ez tök jó, de egyébként múlik az idő? Ott az autó. Oda nézzetek, mennyi ízét mutat. Mennyi mindent mutat, hogy hol találom. Mi? Á, tök jó ezt már most élem, gyerekek. Bírom, ezt tudjátok, mire emlékeztet? Volt az a farmos familis, tudjátok melyik. Nem tudom mi az. Dynasty, Farm Dynasty, de ez egy kicsit, mint hogy jobb lenne. Nem tudom, belső nézetbe menjünk, vagy külsőbe, mert belsőbe lehet, hogy funabb, nem? De most meg miért nem van belső? Aha, jó, oké. Okay. Mondjuk így meg túl gyors az irány. Ó, inkább külsőbe, nem gyerekek? Így valahogy jobb volt. Na, menjünk le, és akkor mutatja, hogy mit körül, ugye?
12 méterre itt vannak ilyen dolgok. Hát akkor gondolom összekőne gyűjteni 5 méterre, 4 méterre, ki kéne menni. Egyébként ezt el lehet akkor bontani ezt a kecót, és akkor lehet építkezni, biztos van építkezés. De egyelőre nem bontom el, amíg nem mondja a játék. Hát nem mondod, esik az eső, beszalsz. Na, várj, és a revolvert hogy veszem elő? Itt van? Aha. És akkor ezzel így le tudok fettyenni, de várj, be kéne tárazni, nem? Aha. Jó, hangok azok érdekesek, megmondom őszintén. Legyen ez. Legyen ez egyelőre. És akkor pik. Ja, hogy ez így van, hogy csak egyet vihetsz. Hát akkor futás a gyerekek. Veressük neki. Azt összerakjuk a Verdát, nem? Itt mutatja. Itt hát én megtaláltam ezt már bátyja. És akkor hogy kell belerakni? Aha. Hát install. Jó, gyerekek, hát akkor össze kell szedni itt a izéket, az alkatrészek. Itt egy kerék. Jó, hát ez nem lesz egy bonyolult, én úgy érzem. Tök magától érthetődő az irányítás, minden eddig ilyen tök fain. Jó, van, futott egy kört a nagy semmiért, itt még vannak itt alkatrészek. Hol van? Mi az? Mit mutatsz? Hát ez kell nekem, ez hova megy? Ez a benzintank. Ha egyáltalán benzines a Verda. Itt is van 4 méterre valami. 2 méterre, ez belül van? Belül van, bazeg. Ah, itt a kerék. Ez tök jó, tetszik ez a játék, gyerekek. Elvileg ezt multiba is lehet veretni. De egyelőre megpróbálunk itt boldogulni. Hát az alapokat nem árt elsajátítani. Mi a szar van? Na. Alakul a Verda, hol van még valami? Jó, kisütött a nap. Éjszaka majd alszunk egyet. Jó, hogy éjszaka ne kelljen bingódni. Itt van -e? Mit mutat? Hát, ott van-e? Hát, ez jó, ez egy rács. Grill. De figyelj, ezeket nem is le... De. Ezt nem is lehetne muszáj felraknom. De, van per guard, ott van, írja. Jó. Írja ugye, hogy miket kell felrakni, amiből több van. Abból azt is írja, hogy akkor abból még hiányzik. Várjál. Nem igen, mutat, de ott mutat. Ó, jó kis rendsük van -e. És akkor kell gondolom gazdálkodni, vagy valamit csinálni majd. Hát ez a digit mintás cucc, ez nagyon kemény rajt. Csávon. Oké, a kerekek megvannak, már csak egy darab ülést kell bepattintanom, ami benn van a házba szerintem, vagy a túloldalán. Mapuk nincsen? Mondjuk azt nem hiányzik, megmondom őszintén. Egyelőre. És itt tényleg kell gazdálkodni is, hogy mi a szar? Várjál. Oké. És lehet izé rombolni, mármint így átalakítani az épületeket, az vágy nagyon nagy. Figyeljetek, csináljuk végig, amit ő szeretne, vár itt a játék, hogy a küldetések azok mi. Na megvan, complete. Föl tudom fordítani, meg lehet tudok lépni. Mi a szart akar? 10 méterre van valami. Ott a, ja, üzemanyagkanna, aha. Igen, fel tudom venni azt az itemet. És jobb gombbal le tudom rakni, és bal gombbal tudom leokézni, és tudom forgatni ezzel. Jó. Oké. Enter the continue. És akkor hova, mit akar? És helyezzem el. Föl kell raknom ide? Fölrakom ide, jó. De fölpattintjuk. Úgy. És akkor most ez jó nekem? Aha. És gas stationbe kell elmennem? Ezzel 335 méter. Hát, de jó, gyerekek, vezetünk egyet. Na. És hogy kell indítani ezt? Na. F-fel ignition. L. Light. Kézifék. Mi az a C a hitch? Nem tudom, mi a C. Azt lehet, hogy ilyen fölcsatlakoztatni valamit. Gyerekek, ez nagyon adja. Van fizika? Nem van. Azt a betyár, gyerekek, milyen fizika van? Hát farming szimulátor álmodhat erről a fizikáról. Gyerekek, jó. Össze tudom törni, vagy valami? Nincsen üzemanyaguk, úgyhogy jó lenne, hogyha nem szórakoznék. Mert gyalog mehetek. Na, és... bazzá, gyerekek. Ajaj. Ez nagyon gyors nekem. Várjál, belső életet akarok, mert... Nagyon, nagyon vereti. Hova kell menni? Várjál, el vagyok keveredve. Figyelj, torony irány, vagy mi? Nem jó a belső élet, megőrülsz. Egyébként egy kicsit, mint hogyha nem lenne valami 60 FPS környéke. Lehet az úton is jöhettem volna, de hát
Offroad, dunque, oppa, monizé, van forgalom, de jó, ki lehet rángatni őket az autóból. Gyerekek, ez egy jó, ma most láttam, hogy ez egy jó játék, csak... Milyen jó néz ki ez is. Na, oda kell állnom. Csak hogy kell megtankolni, erre kíváncsi vagyok. Na, oda beállok mindjárt. Na. Apa. Megkötötte le a izét is, kardát is azt vagyja. Oké. Jó, a C, vagy ide, mivel ignition? F-e. Oké. Kiszállok. Jó, mi az a spicer-i gyerekek? Oké. És akkor, most ezt lekövernem? Pick up. Aha, jaj, nem hiszed el, milyen jó. Hűha, ez hülyeség volt. Már ide lerakom. Ezt fölveszem. Berakjuk. Gyerekek. És akkor vonja le a pénzt. Aha. Ki fog folyni, vagy megáll magától? Azt nem tudom. Jó, oké, megállt. Jó, az irányítás az még nem annyira... Aha, oda be kell pattintani. Insert. És akkor start. Quest complete. Oké, ezt megcsináltuk. Mit kell? Kell beszélni valami isztétegent, valamilyen izével, valamilyen ügynökkel. Nem, azt nem tudom, hogy hol. Várjátok, ezt akkor megtankoltuk? Megtankoltuk. Vigye, kiveszem pillanat. Ezt visszatesszük ide. Oké, ezt fölvesszük. Fölpattintjuk ide. Oké, és bemegyek körülni. Nincs itt senki? Nincs itt senki. Persze. Azt hittem, hogy valamit... Nem lehet valamit lopni? Gyerekek, itt a posztából lakik a csávó szerintem. És milyen jó erdő? De jól néz ki, tök szépen meg van csinálva. Ez valami, szaszának az izéje, régi Seatja. Jó, menjünk, nem tudom milyen a, Kársobba kell menni. Úristen, Kársobba. Lehet venni autót. Mondjuk ebből valószínűleg nem fogok. Gyerekek, ez a játék, ez nem kis pálya. Várj, nincsen térkép, nyomok egy M-et. De hogy nincsen, bazzeg. Hol vagyunk? Carshop. Itt a rendsem. Igazából megyünk az úton végig, azt jó, ez van Best Burger, meg General Store, meg Hardware Store. Jó. Küldjük neki, gyerekek, mit bír ez a verben? Össze tudom törni magam, meg tudok halni. 40 a vége, gyerekek. Mindjárt megállítok itt egy csávót. Na, nézzük, hogy mi van itt. Meg is érkeztünk. Távolságok nem túl nagyok. Stoj! Aj. Megállítom, kiszállás, open. Azt a betyár. Hello, Ben! Iszok egy vizet. Na mi a, mit követni itt? Na, it's me. Continue. Thank you. Na, mi a szar? Mit lehet venni? Mi ez? Használjam a radiál menüt, hogy be tudjak lépni egy ilyen build módba, ahol építetek a rendcset. Vannak, mi az? Olyan materiálok, amik szükségesek. Wood planks, backsof, cement, tehát ilyen cementes zsák, vagy pedig fém. Wood planks-et tudsz magadnak csinálni. És a maradékot meg tudod venni a hardware store-ba. Elvileg. A jól értelmező a keeper. Jó, és ezért kellett ide eljönnöm? Hogy arról se vegyem meg, és akkor most majd 6 méterre van valaki, akivel beszélnem kell. Hogy mi van? Ah, itt van valaki. Azt a betyár gyerekek. Oda néz, micsoda menőverda. Na, ezzel kell beszélnem, de vaj. Micsoda? Menjek be a garázsba azért, hogy installáljanak valami rádiót. Hát az nekem annyira fontos volt, hallod. Hogy vettek?
Autót. Jó, goodbye. Oké, most valahol be kell járnom, hogy installáljanak valami rádiót. Gondolom ide. Jó, beszerelnek valami rádiót a verdába. Hát az annyira szükségem volt rá, gyerekek. Ez őrület. De jó, minden két oldalt be lehet szállni. Na, indítsuk. Akkor izét tudok, deszkát tudok magamnak csinálni, gondolom lehet fát vágni, vagy valami. De a többit azt meg kell vennem. Gondolom, akkor kell valami pénzt is termelni, mert semmiből nem lesz lóvém. Na, húzzunk, húzzunk. Ez egy érdekes jár... Ó, mi a fasz? Hoppá, bocs! Upgrade, exit, extract, rádió. Jó, upgrade-eljük. Csináljunk már valami másik szint, ezt mennyibe kerül. De én ilyen babarózsa szint akarok. Olyat. Saturation. Saturation legyen magas. Upgrade. Jó, oké. Okay. 250, kaptam ki 250 dollárt azért, mert ki le, ízét. El tudnám adni, de nem hiszem, hogy akarunk gyalogolni. Ez ilyen kicsit ilyen GTS, nem? Ilyen San Andreas-os ez a beállás. Oké, okay, és akkor menjünk a hardware store-ba, ahol, ami hol a szarba van. És be tudom kapcsolni a rádiót. Elvileg, amit nem akarok. Na hol, arra, hol van a hardware store? Arra. És lett egy ilyen bugyi rózsaszín idő cuccom. Annyi zavar, hogy nem tudok eltávolítani járműtől, aztán mindig ilyen kicsit ilyen klaustrofób érzésem, hogy ilyen közelről nézi, de ennyi legyen a legnagyobb bajom. Na, itt elvileg, akkor ez olyan, mint a tüzéptelep, ugye? Ugye megállunk. Satu. Lekapcsolom mindig a motort, ne egye a üzemanyagot. Egyébként tök jó, meg van csinálva, nagyon szeretem. Aha. Minden boltnak van ilyen terminálja. Ki tudod választani, hogy mit vennél. Menj a terminálhoz. Nyomni action button a starthoz. Oké. Okay. Jó, itt. Aha. Bazd, tök jó. Jaj, tök ház! Ez tetszik. És mit kell vennem nekem most? Figyelj, van utánfutó. Van még egy főzőerény is. Van fűnyíró traktor. Ez mi a stunner? Van húsdaráló, hurkatöltő, vödör. Ne. Hallod, mik vannak, apám? Várjál, mit kell vennem? Eladni nem tudok, mert nincs semmi. Oké, okay, és mit kell vennem? Várjál. Kell egy balta, egy feszítővas, és kell egy olcsó asztalos fűrész, vagy asztali fűrész. Na, nézzük akkor. Van nincsen külön kategóriák? Ól. Akkor kellene nekem egy... Itt van az olcsó fűrész. Adtuk art. De ez nagyon... Ez nagyon jó. Itt a crowbar, itt van az axe. Oké, okay, és akkor mit kell csinálnom? Hát ez tök olyan, tök állat, mert olyan, mint a valóságban. Thank you, kifizettük. Nem tudom, hol van egyébként, hogy mennyi pénzem van. Hát ez egy jó játék. Ezt már most látom. És akkor hova kerültek? Ide kerültek. Jó. És ide nem tudok bejárni. Nem nagyon mi. Ez elég baj. Na mindegy, kivisszük. Biztos be lehet egyébként. Na. Figyelj, kihurcolok. Jaj, nem viszed el. Akkor ez vettük egy fű, ez a fűrész akar lenni. Csak ugye nincs kicsomagolva, hallod? Egyébként elmondom neked, ez egy jó cucc. Itt meg idő van, fönforgást csináltam, gyerekek. Hát micsoda tuning verda állít meg? Megőrülsz. Mi ez? Valami Impreza? Ez valami Subaru Impreza, nem? Ez egy ilyen régi íz, VRX. Ez komolyan az. Ez valami hasonló akar lenni. Kicsit hoddás, de egyébként szerintem egy Subaru akar lenni. Na, a balta, és ezt... Nem? Ja, ez jó, mert ezt elrakja. Aha. Ez jó, mert ezt elrakja. Na. Talk with seller. Kivel beszéljek? Jó, menjünk akkor arra. Bocs, haver! Subaru-val keresztbe kerül a csapatod itt, te viccelj. Na, majd sellerrel kell beszélni. Figyelj, én idő vagyok ám. Rendnek, úgyhogy megyünk át mindenre. Azt a betyár. Rendnek, gyerek, megy át mindenen, hegyen, völgyön. Jó. Te, meg lehet itt halni? Jaj. Na, ugye el tudom képzelni. Hát hogy de lehet? Hát ez a vadakiző veszélyes állatok írták.
Hogy enni melek. Lehet, hogy enni is kell, he. Kövesd az útat, te kezdi. Hát, Keeper az nem az a fajta. Vannak veszélyes erővelek az erdőben, mondta a fater, vagy a nagy fater. Gyerekek, ez egy full játék, ez egy jó játék. Na, és kivel kell beszélni? Milyen szellemrel kell beszélni? Mit ad el nekünk, gyerekek? Na, ide beparkolunk kell. Aha, itt is van valami, itt, ez mi ez? Ez lehet, hogy ugye bolt, ez sima bolt lesz, ez ilyen General Store szerintem. Mindjárt megnézzük. Ez a külső rétet tök bírom. Hello, aranyom! Há, mi újság van? Há, hiszed a kávére? Mi az, bakelit levesz? Ne viccelj vele. Na, mit van? Tojásos... Kettő csirkét kell vennem, meg ilyen keltető valami csodát. Oké. Okay. És hol tudom megvenni, testvérem? Itt is ilyen van? Aha! Van automata beszarsz? Kávé automata, jó. Na, akkor kell kettő csirke. Chicken. És ki lehet választani, hogy színét beszarsz. Legyen ilyen, ez olyan hagyományos. Egy, kettő, meg akkor kell ilyen baszkit. Meg baszkit. Oké. Okay. Check out. Oké. Okay. Thank you for a barhas. De ez... He. Jó, hát jó csinálta. Ne már! Elmennek a tikok el! Megfogtad a nyakát, befosnóval. Várja. És ez hol az anyámban rakom a tikot, hallod? Nem mondod. Hölcsém, nem megy, nem ugrik el. De nem kettő tikot vette be? Egy tikot vettem csak, akkor valamit elvésztem. Én úgy emlékezem, hogy kettőt. Elkövetem a rencsre. Jó, maradj el, hogy tikom. Ott van egy tik! Lehet, hogy nem kellett volna kettőt. Gyere, várj, ide fötesz nekem. Hova tudom tenni? Haverodhoz menjél, bassza. Szépen legyetek okosba, jó? Na. Beszarsz! Na, el kell menni. A rencsre. Jó, ez mennyire van? 180 méterre. Apa, gyugok, maradjatok szépen nyugodtba. Keeper megy. És spórolok az üzemanyagon. Torony irányt vagyok. Gyerekek, hogyha fölborulunk, a tikok meg izélek. Megdöglenek, hallod? Csoda, nem ugranak le. Be vannak szarva. De, várjál, ellen a light. Aha, azt a betyár, van rá itt izé világítás testvérem. Ez meg is jöttünk, de jó. Ugye? Megjöttünk? Chicken! Ki kell raknom a chicken-t? De hova? Hozzá nem látok, hallod? Kéne aludnom egyet. Agyfügy követke fog, hogy nem látok kettőig. De ez tényleg engem úgy ez a volt, te. Azt sem tudom, hol vagyok. Rohadt sötét van. Az a baj, hogy... Nagyon bekeveredtünk itt. Hallod itt azt a tér? Az a mi a fa? Nem látom, hogy hol a szarba vagyok. Merre van... Nincsen itt... Jó, itt a rencs, tudom, oké. Okay. De... Most én kiszállok, szerintem még egy családra. Megőrülök! Mi van itt ez a sok fa? Ez az én rencsem? Hát megőrülszett ez a sok fától. Menjünk már odébb egy méter vagy valami. Egyébként olyan az autó, most nem azért... Egy nyomod a gázt, egy csomó ideig, és utána egy hirtelen megugrik, és ez tök idegesítő. Úgyhogy... Oké, hogy béna vagyok, de azért egyre nem higgyétek el. Nem is emlékszek ilyenre, de most figyelj, kiszállok, bezembe szarok. Nincs nekem zseblámpám. De van. Ja, de van! Hát de nem volt szó, bazen. Akkor nem így csináltam volna, de várjál. Hol kell... Hol van a rendsem? Ez nem az én rendsem, bazen. Itt kell, itt lehet. Ki lehet vágni a fát, de jó. De bazze, ez nem az én rendsem. De nem is emlékszik ilyen épületre. Várjál, már nézzük meg a térképet akkor. De bazze, csak messze van. Figyelj, én alszok egyet, megőrülök. Ez meg mi a franc? Minimum
életemet egy millió félre. Itt van a rencs. Látod, erről beszéltem, hogy az nem is ismerős volt. Itt van a idő. Alszok egyet a sátorba, jó? Csirkéket kiköpakolom, de hadd aludjak. Na. És mennyit alszik? Nézd, 257 is sleeping, gözi. Figyel. Álljál fel, gyerek. Na. Hú, vannak a csirkéim. Ott meg izé, világít még mindig a lemerül az aksi. De hova rakjam a csirkéket? Berakom ebbe a pajtába, jó? Gyerekek, mit szóltok hozzá? Gyere, csike. Gyere, itten leszöl benne. Hogy itt leszöl benne. Itt okosba héderezzél. Úgy. Legyél okosan. Na. Hogy? Ott a járjátok? Na. Nincs kaja? Azt írja, hogy szar. Keressek egy bagot. Aha, ja, keressek neki kizét kaját. Jó, keressek bazot. De egyébként kár volt ilyen beszélje. Ide lerakadtam volna őket, nem? Az mi az? Annyi kacad van itt, édes Isten. Kell neki keresnem izét. Kaját. Aha. Jó, és akkor ezt oda kell vinnem nekik? Gondolom, ugye? Hát ez jó, hogy nem a izébe, föl a hegy tetejére raktam ott a két csirkét. Ez ilyen szé, izé, vízi erőből akar lenni. Na, annyira, nem tudom, valószínűleg ide kell nekik adni. Hol tűntek a csirkéim? He! És ez hogy kell? Na, ott tudsz enni. Oké. Okay. Oda csaptam nekik, hallod, és onnan eszik. Várjál, és ránézel a csirkére, elvileg mutatja, hogy éhesnek, nem éhes. De hol a másik? Komolyan mondom, ezek így mennek össze-vissza. Ott van a... Hallod, ezek így elkóborolnak. Jó, vizet kell nekik, ugye bucket kell. Water. Oké. Okay. Hát, ja, lehet, hogy kicsit közelebb rakhattam volna ezt a két tikot, nem? Csak most már gondolom, nem tudom fölmerni azt a búzát oddal. Bár aztán azt is megkockáztam, hogy lehet, hogy fel lehet. Na, bazza, vizet kell nekik innen. Kell nekik egy bucket. Egyébként, ja, az nem bucket. Ó, itt van a bucket. Úgy. És akkor ebből van víz. Vagy mi az? Ugye ezt rakjam akárhova a rendsen. Az a lényeg, gondolom akkor ez az van, hogy ez így megtelik vízzel, vagy mi a szóval. És akkor itt van a bakiton. És ez írja, hogy hány százalékon van? Aha, ott van. És hogy tudom megtölteni? Itt ez nem jövök rá. Fikavar. Hát nem tudom, hogy ezt hogy tudom megtölteni. 0,7 liter fér bele, és 0,0 van benne. Hogy ez kell ezzel? Nem, mert igazából... Nem. Na, várjatok. Lehet, hogy egy kicsit hosszú lesz a videó. Egy ilyen bevezetőnek ez szerintem eddig tök jó volt. Írjatok, hogy szerintetek legyen a folytatás, jó? Lehet menteni? Ja, lehet menteni a sátorba, el ne felejtsem. És akkor innen folytatom, ezt mindenképp fel akarom ma tölteni, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre. Úgyhogy írjatok nyugodtan. Köszi szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!